Forró, vérből labdarúgó hangulat a megyeri úti stadionban. Méltó a bajnokcsapatok Európa kupájához. Az újpesti Dózsa előtt nagy lehetőség nyílt meg. Legyőzte a Celtic együttesét 3-0-ra, és most a torinói Juventus az ellenfél. Torinóban, a Fiat városban 0-0-ás döntetlen csikart ki az újpesti Dózsa remek játékkal, és itt vannak a Juventus legények. Topa kapus, aki több mint 900 percen keresztül nem kapott egyetlen gólt sem, és az újpestiek. Szinte mindenkit ismerünk, Tóth András, Juhász Péter, Szent Mihály a kapus, és ott van Bene Ferenc, a csapatkapitány. Az újpesti Dózsától azt várja a nagyszámú nézősereg, hogy ezen a mérkőzésen nagyszerű játékot nyújt. És nem is csalódik az első percekben. Rögtön a lilafehér gárda irányítja a játékot. A Juventus védőktől előre jön a labda, de egyből vissza, ott van Tóth Andrásra, meredek tökletünk, bere, gól! Egy gól, még nem telt el 60 másodperc. És az újpesti Dózsa Bene remekül eltalált lövésével már 1-0 arányban vezet. Öröm mámor a stadionban, a közönség és a játékosok körében. A Juventus együttese ellentámadást indít. Az újpesti védelem tengelyéből azonban újra vissza a labda. Tóth András megnyújtja hosszú szöktetés előre. Kolár, a fiatal jobb hátvéd tud föl. Jobbal, szépen, laposan előre teszi, ott van Salvadore, a sokszoros olasz válogatott. Ő küldi tovább Capello, Spinozzi, és már elől a labda, de a magyar csapat támadó játék a kitűnő, káprázatos. Zsámbó elcsípi a labdát, becselezi magát, Dunai edetör előre. Jobbal, szépen átívelt helyről vissza, megint Kolári a labda. Támadás sorozat újpesti részről. És végül sikerrel hárít ugyan, de röviden Juventus védelem. Dunai edélye a labda, laposan beteszik középre, szinte minden magyar játékos a Juventus tér felén. Dunai Ede körülnéz, laposan újra vissza, Horváth balla lő! A remekül eltalált ballámas lövése jobb a kupa mellett. 1-0 arányban vezet az újpesti Dózsa, amikor most Anastasi Altafini akcióját látjuk. Egyelőre azonban nem tud előre törni a Juventus együttese. Az újpestiek nagyszerűen védekeznek, és villámgyors ellentámadásokat vezetnek. Fazekas ballal, meredek labda, Bene tör ki, és nem tud más tenni a réni, csak azt, hogy elvágja. Szabad dugás, tehát az újpesti Dózsa együttese javára 1-0-ás újpesti vezetésnél. Legurított labda, Zsámbó még tovább, Dunai Ede vonalban vele, még tovább balra, Horváthé, ki a bal oldalra, jónak így érkezik az akció, Tóth András laposa be, és szöglet rúgás az újpestiek javára. Tehát egyre másra vezeti a lilafehér csapat szebbnél szebb támadásait, újabb jól belőtt labda. Tóth András, és gól! Teljesen váratlan, jobban, szédületes erővel kérdezte meg a bal felső sarkot, és a kapufáról védhetetlenül zúdult kapujába a második újpesti gól. 2-0 az eredmény az újpesti Dózsa javára, és eddig a közönség rendkívül mértékben elégedett. Most azonban a Juventus látjuk. Ez a kitűnő csapat, a sokszoros olasz bajnok együttes nem adja fel. Jön a támadás, és végül hátra húzódva Zsámbó segít a védőknek. Az alapvonalnál nem tudja elküldeni a labdát, Capello további, Kautil belövi, és végül Szent Mihály lépte a labdáját, az övő. Vezetünk át 2-0-ra, most a csapat egy kicsit könnyít azonban, itt íme a példa, Fazekas kilökik az alapvonalon túlra, kecsegtető helyzetben indulhatott volna előre, szépen próbálják kihordni a Juventus két labdát, de Benővel nem bírnak. Megszerzi, kiharcolja a labdát, már előzőleg azonban a játékvezető szabadrugáshoz tépett fele a labdát, de ne kétülődik, ő egyébként ebben a fél órában motorja az újpesti támadásoknak, jobban belő, önszabadító fejes, másodszor is benéje a visszakerülő labda, egyből bekanyarítja, fölfejeljük, és végül Salvadore! Fölszabadító rugása egészen előre. Anastasi óriási vágtája. Robog előre a középcsatár. Jobb lábán a labda, és abban a pillanatban, amikor lőnek, közben ül egy újpesti láb. Tovább kerül Kaució labdája, és végül nagyon szép fölszabadító fejes Harsányi részéről. Tóth András indul előre. Meredek vágta akárcsak az imént Anastasinál. Hosszú szöktetés szépen ki a bal oldalra. Most már azonban nagyon vigyáz a Juventus védelem, és sikeres hárítás után megint a fekete-fehérek jöhetnek előre. Vezet az újpesti Dózsa 2-0-ra, de érezhető, hogy a torinói ellentámadások egyre veszélyesebbekké válnak. Megint előre lendül, Kaució labdával, egy jó csel, még mindig nála, és végül becsúszó szerelés nagyon szépen Juhász Pétertől.
továbbítás, Horváth, Zámbó a labda útja. Még mindig Zámbó, átlépi a felező vonalat a bal szélső. Megvárja, mi fölzárkózik mellé Juhász Péter, a támadás most már azonban nem olyan gyors, nem olyan friss, mint volt az első 30 percben. Hosszú két labdát a másik oldalra, Morini rátámaszkodik Benére és úgy fejel tovább. Capello indítja az ellenakciót, de megszerezzük újra a labdát. Benne kihúzódik a jobb oldalra, rendkívül sokat harcol a labdáért. Morinira rövid át, onnan levágódik, még kis érte, de végül a túlerővel szemben ezúttal alul marad. Nem hagyja annyiban, visszaszerzi a labdát. A Juventus fiúk ellenakciója mégis kibontakozóban. A balszányról indul előre Capello, még elcsípte a vonal előtt a labdát, mellette Kaució, kinek adja körülnéz, Anasztázi felé küldi a labdát, Anasztázi szépen átível, Altafini fejjel is gól! Bravúros teljesítmény, Anasztázit nézzük még egyszer, jobbal átnyesi a labdát, Altafini fölmegy, és fejéről védhetetlenül hull, a bal rész mellé a Juventus első gólja. Tehát változott a kép. Sorozatos újpesti támadások, két gólos vezetés és egy gyönyörű ellenakció, amelynek vége Altafini fejes gólja. 2-1-re módosult az eredmény, és a gyors és nagyon szép gól, kitűnő akció eredménye visszaadja a Juventus játékosok önbizalmát. 2-1, fölcsillan előttük az egyenlítés lehetősége. Szép labdaadogatás, nagyszerűen játszik Kaució, Anasztázi, Altafini, de végül Kaució lövése ezúttal elmegy messze a kapu mellé. Az ellenakció. Kolári a labda, a jobb hátvéd laposan beteti középre. Indulhat Tóth András, aki most már 15-ös számú mezben játszik. Letépték róla ugyanis a megszokott mezét, de most ezúttal ezt a magyar támadást hárítják. Újabb akció. Levágódik a labda, és végül a kapitány Salvadore szabadít fel. A jobb szárnyon szépen görbül előre megint a Juventus ellentámadása. A közönség élvezi a játékot. Gyors, változatos. A labdarúgás minden szépsége benne van. Juhász Péter labdáját azokat próbálna átemelni. Turina azonban előre, visszajön újra a labda Tóth András elé. Még föl is néz, látja, hogy Zámbó fut, de hiába most már a Juventus védők nagyon vigyáznak az újpesti játékosokra. Capello labdája csúsztatott fejessel kerül tovább. Ott van Kolár előtt, még mindig a Juventus tér felén az újpestiek támadása. A továbbítás is jónak ígérkezik. Tóth András labdájába belenyúlnak és lefejelik az olaszok a milyenket. Belenő is mellé! Egy jó védekezés után villámgyors ellenakció, már-már úgy látszott, hogy vesztett labda, de ne váratlan lövés azonban éppen csak, hogy egy arasszal megy ki a lét mellett. Ez bizony akár gól is lehetett volna. Harsányi ügyes kilépője, a továbbítás is jónak úgy érkezik. Fölfutás abban a pillanatban, amikor a játékvezetői sikszó véget vet az első fél időnek. Az eredmény tehát 2-1 az újpesti Dózsa csapata javára. És most jön a második 45 perc. Egy jó támadás, a nyitány! Azonban a kapus rajta a labdán, el is hagyja a játékteret közben. Ellenakció Juventus részről, Capello vágja tovább. Jónak ígérkezik, Altafini megmozdulása, villámgyorsan fut föl, de végül Harsányi egy gondolat késéssel is további. Rácsap azonban a labdára, Anasztázi, és ballámat lövését Szentmirályi könyvedén felszedi. Minden esetre egy pillanatnyi megindulás elegendő az, hogy az olasz játékosok azonnal rácsapjanak a labdára. Íme most is egy jó lövés, bevágódik a labda Kollára, de nagy hiba, de nagy hiba. Eddig kitűnően játszott Kollár, minden labdába benne volt, és nézik a lábáról Anasztázihoz. Anasztázi bedobja fejjel magát, és csak búcsúba tetheti ki az újpesti fiúk a hálóból a második Juventus. Egy kiengedett győzelem története, ez is lehetne ennek a filmnek a címe. 2-0-ra vezetett az újpesti Dózsa, 30 percig a magyar labdarúgás legszebb hagyományaira emlékeztető játékot nyújtotta, azután egy pillanatnyi kis megingás, egy váratlan gól, 2-1, és most már az olaszok bemutatják, milyen is a Catenaccio, a védekezés magas iskolája. De nem csak védekeznek, nagyon sokszor ellentámadásaik is veszélyesek. Most azonban újpesti rohamsorozatot látunk, és azt figyelhetjük meg, milyen mesteri az olasz védekezés. Íme most is, ott van kint a jobb oldalon alatt. Hiába minden, bent a 16-osnál, tömörülés védekezés.
Horváti alapba, legurítja, nagyon, nem tud sehogy sem azonban lövéshez jutni. Turino küldi előre a labdát, megint visszajön, a magyar játékosok óriási erővel rohamoznak. Az ujpesti Dozsa mindent belead, lefejelik védői azonban az ujpesti csatárokat, és végül kint a labda megint a vonalnál. Újabb előretörés, ezúttal Kolár viszi föl, bevágja, Salvadore kifejeli a labdát, 2-4-6-7-8 olasz játékos a 16-oson belül. Újabb magyar akció, 2-2-nél, a másik oldalon a labda, előre lendül Juhász Péter, balra gurít, Fazekas, Nagy László, belőne, többlet, az ujpesti Dózsa együttes elvára, figyeljük csak zenét, hogy fogja Morini, nem is tud semmit kezdeni, végül újabb fölszabadító után, személyáinak ezúttal nincs sok dolga, egy távolról küldött lövés, amely emberen erejét veszti, és csak kapus könnyedén föltette, laposan gurítja előre, az idő most már az olaszoknak kedve. Szofé még mindig a labda. Küldi előre hosszan, és elindul Kaució, ez a veszélyes nagyszerű játékos, ez a remek csel, jobbal, még egy csel, belőli a labdát, meleg helyzet, és még egy harcsalányi. Valóban az utolsó pillanatban állít, ellenakció, benéli a labda, leteszi, Keller lő, és csak ráprázatos vetődéssel vív. Keller, akit az utolsó negyed órára hozott be Kovács Imre edző, most megmutatta, hogy táplálatos lövést tud megereszteni, Csopp azonban szenzációsan védett. Ellenakció, ezt azonban hárítani tudja hazaadással a Juventus kitűnő védelme. Maradt tehát a 2-2 és a továbbítás. Milyen jó, ha ellentámadásban rendőrnek a csapatok, nagyszerű technikával és villámgyors akciókkal veszélyeztetik Szentmihályi kapuját, megint Turino küldi előre a labdát, a továbbítás a jobb oldalon. Elindul az akció, amely Kautónál tart, még egy jó átemelés, a továbbítás ott van bent középük, a legurítás is jónak így érkezik, Kukuredzu merészkedik fel a labdáért, először talán a mérkőzésen mindig így zártan hátrahúzott a játszott, Kaució csel sorozata, az átívelés is jónak így érkezik, ezúttal az újpesti védelem van nagyon nehéz helyzetben, de végül sikeres felszabadító rigás. 2-2 teljesen nyílt át a mérkőzés, és most Fazekasi a labda, lő, nem lő, még egyszer, és most már oda a kínálkozó lehetőség. Ilyenkor azt mondja, nem jól jött lábra a labda, bizony jól jött volna, azonban készlekedett a lövéssel Fazekasi Lati. És most Horváth fejjel Bene szabadrúgás után, Bene berobban, és emberről újra kint a labda az alapon alól túl. Többletúgás, nagy erővel rohamoz az ujpesti Dózsa, mindent belead, hogy visszahozza a mérkőzést. A zárt tömör védelmi fallal szemben azonban nem lehet talpalati tölve sem találni. Mindig ott van egy olaszlár, és végül az ujpesti Dózsa rohamozatát fölváltja a Juventus ellenakciója, és milyen jó ez az akció. A bal szárnyon kisztel a labda, bent középük többen is várják helyezkedés, és ez Mihály nagyon szép ráletődéssel lehúzza a labdát, de még mindig 2-2, és önök tudják, hogy nem is változik most már a mérkőzés eredménye. De az ujpesti Dózsa próbálkozásait érdemes megfigyelni, megint Fazekas. Megpróbál betörni a 16-oson belőle, beinveri a labdát. Morini fejéről, csak öklére, Horváth lábára, levágódik az ember karral a labda. És ott van megint Kellnernél, lőni próbálnak, mellette legyen Morini, és fölszabadító rúgásnál, már magasban a kezek, már magasban a fekete-fehér zászló, öröm, mámor és szomorúság. Ez a játék vége, 2-2 az ujpesti Dózsa, Juventus.